Most a nagybotrányodról beszélek. A ugye balesetről? Igen, a balesetnél. De az is magánember baleset volt. Tehát Stóll András karambolzott, nem egy színész. Én ezt értem, de ezt ketté lehet választani. Hol a határ? Tehát, hogyha például a színházban, a Nemzetiben felléptél volna. Fölléptem. És bekiabáltak? Nem. Ha bekiabáltak volna? Na, figyelj, azt a pillanatot elképzelni, hogy megtörtént szombat hajnalban a baleset. Én azt hiszem, hétfő este nekem Tártüfőt kellett játszanom. És egy olyan díszletet képzelj el, hogy volt egy ilyen kerekasztal, mint a tányér, és körbeülték az emberek, és itt egy járás volt. De az emberek ilyen közel voltak az első sorban. És nekem az volt a szituációm, úgy rendezte a Robi, hogy berohanok az asztal szegélyhez, és körbe megyek, és mindenkinek így a szemébe nézem, mert a Tártüfőt keresem. Úgyhogy úgy kellett engem becsempészni oda egy taxinak a csomagtartójában. És meg tudtad csinálni? Meg. Egy taxi csomagtartójában csempésztek be? Megem. De mitől féltél? Akkor mindentől. Meg annyi újságíró volt a színháznak a művészbejárójánál. Tehát nem lehetett volna anélkül bemenni, hogy ne tépjenek szét. Kérsz fogpiszkálod? Na, köszi. És akkor a díszletraktárba bevittek egy taxi csomagtartójába. Kimásztam belőle, fölmentem az öltözőmbe, fölöltöztem, és tudtam, hogy le kell menni az emberek közé. És akkor ilyenek voltak csak, hogy mondjuk a biztonsági őrök ott álltak a kis színpad bejáratánál, hogy ha botrány van, mert olyan hír is jött, hogy valaki szándéka. Tehát volt ilyen, hogy valamelyik újságtól jelezték, hogy ők be fognak ülni és botrányt csinálnak. És akkor ott voltak a biztonsági őrök, hogy ha ilyen van, akkor bejönnek. És akkor mi lett volna? Akkor azt az embert kivezették volna. Hát figyelj, a nézők, azért mert én egy elmebeteg voltam, ők megvették a jelet, és ha megtiszteltek azzal, hogy eljöttek, akkor az előadásnak mennie kell.